A nazisztikus anya jellemzői: Soha semmiért nem érzi magát felelősnek, mindig a gyermek lesz a hibás. Soha nem lesz ott, amikor szükségünk lenne rá. Mindig ő lesz az áldozat. Soha nem fog minket figyelembe venni, a szükségleteinket, a szeretetünket, a fájdalmunkat a magányosságunkat. Minden mindig róla szól, még a sikereink is az ő sikeré lesznek. Mindennek úgy kell lennie, ahogyan ő akarja, különben elutasít, fenyeget azzal, hogy kirak minket az ajtón. Soha nem fogja belátni a hibazot, illetve hogy bármiért is felelős lenne. Újra és újra hosszadalmasan azzal büntet majd, hogy elhanyagol minket, mosolyszünetet tart, csendelveréssel vág vissza, főleg, ha szembesíteni merjük a hibáival. Ha elvonjunk a figyelmünket, támogatásunkat tőle, úgy tekint majd ránk, mint bántalmazóra, és elferdített, kitalált történetekkel fog mások előtt lejáratni, bemocskolni minket. Megkísérli átírni még a múlt eseményeit is. Nem rendelkezik együttérzéssel, főleg nem velünk szemben. Kifelevetítve ő lesz a tökéletes anyuka, de velünk szemben a visekedése elszomorítóan különbözni fog a látszattól. Ellentmondásos lesz, és még hazudni is fog nekünk. Tedd azt, amit mondok, és nem azt, amit én teszek. Számára mi csak egy tulajdonjogi tárgyat képezünk. A gyermekeire úgy tekint, mint saját maga nyúlványára, nem, mint szabad és önálló személyekre rendszerint egymásra uszítja a gyermekeit, a trianguláció része a manipulációjának. Mindenkit manipulál, a bűntudat létrehozása az egyik fő eszköze. Létezésünk lényege az ő ellátásának az alapja. Feladatunk olyan a válni, amilyenek ő szeretne minket formálni, majd megteremteni számára mind azt, amire igénye van. Belátása szerint a gyermekei kell, hogy őt gondozzák, szeretetüket kifejezik, nem pedig fordítva. A gyermek feladata, hogy vezesse a háztartást, gondoskodjon anyagilag, illetve érzelmileg támogassa a nacisztikus anyát. Ha a leírtak alapján ráismert anya karakterisztikus jelenvonásaira, Törekedjen arra, hogy megszabadítsa magát az ő általa létrehozott bűntudattól, a szégyen érzéstől, és merjen úgy élni, ahogyan az önnek is jó. És nem, csak úgy, ahogyan önnek, ezt a kedves személyiség zavarra rendelkező szülőanyja tanította.